Hála testvérek, szeretettel köszöntelek benne itt a Szentlélek szemináriumon, ugye az ötödik alkalom és a negyedik hét, és a mai téma az, hogy Jézus meghív, hogy tanítványa légy. Ez csodálatos dolog egyébként, az Isten hív minket, ezt komolyan kell venni, nem? Mi hívjuk ezt. Ő udvarol nekünk, ő az, aki először keresett minket. Tehát Jézus meghív, hogy tanítványa légy. Majd az előadás végén majd beszélünk, hogy milyen volt az előző hét, meg majd levelet kell írni, meg minden, úgyhogy majd a kis csoport ezekre figyeljetek, de ezt majd a végén fogjuk. Most ugye ez a hét tulajdonképpen a döntés hete, hogy elhatározom, hogy én Jézus Krisztus tanítványa akarok lenni. Már önmagában ez a szó, hogy tanítványa, már ez egy fontos szó, ma nem szoktuk már ezt a szót használni, tanítvány. És vannak tanulók, diákok, esetleg van az edző, meg aki edz. De a tanítvány az valami szorosabb kapcsolatot jelez. Ugye az egy valami olyan mester és az ő tanítvány közötti kapcsolatot, ami túlmegy azon, amit most akár el is várunk. Ugye nem várjuk el a gyerektől az iskolába, hogy ők mindenben olyanok legyenek, mint a tanítójuk vagy a tanárjuk. Hanem hát, hogy megtanulja tőle azt, amit ott éppen előadnak, hogy az egész személyiségét magáévá tegye, hogy úgy viselkedjen, mint a tanítónő vagy a tanítóbácsi, hogy egészen azok a gondolatok az ő életét befolyásolják, vagy azt szerint érzi, azt nem várjuk el. Hát, tanítsak a kémiát, vagy a matematikát, és akkor megpróbálj valami jó gyereket nevelni. De azt nem várjuk el, hogy egy ilyen szoros kapcsolatban legyünk. Pedig ezt az erős kötődést akarja Jézus, hogy mi ezt az erős kötődést alakítsuk ki velem, és hogy döntésre jussunk, hogy én Jézus Krisztus tanítványa akarok lenni, én igent akarok mondani el a dologról. Én Jézus tanítványa vagyok. Ez egy komoly döntés, mert ez azt is jelenti, hogy bizonyos értelemben a szabadságomat ugye felajánlom Jézusnak abban a bizalomban, hogy ő nem él vissza a szabadságommal, sőt, az én életem, az én személyiségem, az én belső szabadságom, az a Jézusra való kapcsolatban növekedni fog. Hogy nem egy leuralt valaki leszek, mint amit ez a világ esetleg tesz velem, hanem egy felszabadított valaki. Jézus Krisztus az felszabadít engem a rabszolgaságából, hogyha én elfogadom, hogy az ő tanítvány legyek. Na hát ugye mit lehet az, hogy Jézus követni, hogy én Jézus követő akarok lenni, Jézus tanítványa akarok lenni. Ugye ez nem olyan egyszerű dolog, mert hogy hát van bennünk egy ilyen önvédelem. Hogy jó, oké, rendben van, de csak óvatosan csinálják el valamit. Beszéltünk el, hogy oké, befogadlak itt az életembe, de az anyósülésre üljél. Mondjad, hogy merre menjünk, de azért fenntartom magamnak a jogot, hogy én esetleg másképp döntsek. Nem, a legnagyobb probléma az, hogy mi emberi módon gondolkodunk, ugye Isten meg isteni módon gondolkozik, és ő maga azért isteni módján tudja, hogy mi legyen nekünk a legjobb. De mi ezt nem mindig látjuk át, hogy nem mindig értjük meg, és nekünk avval a bizalommal kell lenni, hogy amit ő mond, az igazabb, mint amit én gondolok, akkor is, hogyha ezt nem így gondolom. Ez nem olyan egyszerű dolog, hogy emlékszünk Péterre, elképzeljük magunkat ezt a történetet, hogy mennek ott az úton, ott van pont egy nagy pálszobor, a régészeti kutatások szerint tudják, azon az úton pont volt egy nagy, ez a mai ördögszobor, a patás ördög, az volt a pálszobor. De az ott volt egy fülkéve pálszobor, és akkor Jézus megkérdezi, hogy minek tartanak engem az emberek. És mondjuk egy profétának, Illésnek, stb. És ti kinek tartotok engem? És ott Péter, ez az ördögszobor előtt a régi Dionysos az érzékének, a minden felszabadításának, a teljes világiságnak a szobrot megvan, hogy te vagy a messiás, a Jézus Isten fia a messiás. És azt mondja, hogy nem test és vér mondta ezt neked, hanem azért mennyi egyen, és bizony mondom neked, hogy erre a sziklára építem, és a halál kapuja azért. És elkezdjük Pétert, hogy hát ez azért nem akármilyen dicsőség, a mester így megdicséri őt, ugye, ami ő az első a tanítványok között, és hát ő neki már az Atya jelenti ki a dolgokat. Nem hozzáadva az, hogy beszélgetünk a Jézusra, tehát már dolgok. Kicsit mennek tovább, és Jézus elkezd beszélni a szenvedéseiről, és Péter abban a pillanatban azt mondja, Uram, ez nem történhet meg veled. Hát nem így gondoltuk el, úgy gondoltuk el, hogy te leszel majd a messiás, én meg Péter ugye a miniszterelnök. Vagy hát legalábbis pénzügyminiszter, hát valamit már a Judás is pályázott erre a titulusra, de mégis. Abban a pillanatban az emberi gondolkodásmód beugrik.
nem sokkal előtte, még teljes Isten ihletettsége alatt van, és kimondja ezt a nagy megvallást, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és egy kicsivel rá, már emberi módon ez nem történhet meg veled, Uram, ez nem történhet meg. És azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem Sátán, látásomra vagy, vagy szó szerint fordítás, hogy eredj mögém, Sátán, eredj mögém vádoló, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ha ez Péterrel megtörténik ott a Jézussal való közvetlen kapcsolatban, akkor hányszor történik ez meg velünk, hogy igen, Uram, tudom én, hogy igazad van, hogy is imádkozni kellene, templomba kéne menni, adni kéne, meg szeretni kéne, jó, de ez most nem megy. Gyöngék vagyunk, Isten tudja ezt, meg Jézus is tudja ezt, de mégis kell legyen bennünk egy elhatározás, hogy én az Isten gondolatait akarom újra gondolni, és az Isten tanácsát akarom elfogadni az életemet, hogy a tanítványban a Mester gondolata élnek, azt akarja megvalósítani. Pál írja, hogy nem akarok másról tudni, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítetről. Én meg vagyok feszítve Istennek, hogy ez az életem már csak halál, az egész testem a halálban van, hogy a lelkem örökké éljen, tehát amikor azt jelenti, akkor a világ csábít, a szemkívánsága, a testkívánsága, az életkevéssége, a karrier, akkor arra nemet tudok mondani, de azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben bizony, meg kell, hogy feszítsem a testemet. Időnként kis küzdelemmel jár, mert azt akarom, hogy amit az Isten mond, hogy én cselekedjek, mert én az ő tanítványa vagyok, ezért én azt akarom követni. Tehát, hogy menjünk az úton és megkezdek, te kinek a tanítványa vagy? Én a Jézus Krisztus tanítványa. Te! Most jöttél ki fél részeken a kocsmában. Nagyon akkor, hogy vettél Jézus Krisztus tanítványa, ugye? Most vártál el a feleségedtől, vagy a férjedtől. Hát mindenkinek az életében történnek ilyen dolgok, ugye? Nem az a kérdés, hogy elbukunk-e, hanem hogy felállunk-e. De hogy az elszállásnak, a határozott vágynak és törekvésnek kell bennem, ennek a döntésnek, hogy én Jézus Krisztus tanítványa akarok lenni. Mit a házasságban? Én elhatároztam, hogy megházasodok, és akkor a feleségem, a férjem, az örökké hűséges leszek. Hát ugye nem egy egyszerű dolog ez, azt mondja Jézus, hogy aki csak gondolatban, vagy csak kívánsággal a másik emberre néz, azt mondja, az már parásználkodott fel, az már csak megcsalta vele. Hát megnézném, hogy ki az a férfi, vagy az a nő, aki még sosem nézett kívánsággal a házasság megbírja. Lehet, hogy van ilyen, Isten bocsássa meg nekem, én nem vagyok. Tehát akkor már paráználkodtad, hogy nem olyan egyszerű dolog, akkor azt mondom, hogy hűséges vagyok, mert igen, jó, nem csaltam meg, rendben van. Na de mi van a gondolataimmal, mi van a vágyaimmal, mi van a terveimmal, mi van a belső tisztasággal, amire az Isten akar vinni, hogy már semmi ne legyen közöttünk, semmi, ami elválasztott tőle. Hát bizony ezen küzdelem. Tehát, hogy a tanítványban az Mester gondolatai vannak, és a Mester gondolatai akar, hogy ilyen, ez azt jelenti, ez egy küzdelem. És az azt jelenti, hogy én tudatosan el akarok fordulni mindattól, ami rossz. Mindazt, ami Isten kijelentette, hogy az rossz. Akkor is, hogy a világ azt mondja, hogy az jó. Akkor is, hogyha az én szívem is azt mondja, az én vágyam is azt mondják, hogy az jó. Ugye a Gyűrűk Urában a Hobbitkáknak volt egy hajnali reggeli, egy késői reggeli. És az ebéd, uzsonna, vacsora, a késői vacsora. Mert hogy ugye egy rendes hobbitka az annyiszor eszik. Ez nagyon jól hangzik. De különben meg falánkság, ugye a hétfőbűn egyike. Hogy hol kezdődik a falánkság, és hogy hol végződik, hogy a hobbitka lét, azt... De hogy ha sem azt mondja, hogy jó. És azért nem lehet egy picit fegyelmezett ebben. Jó? De senki sem szolgál egyszerre két úrnak, hanem vagy az egyiket szeret, és a másikat gyűlöli, vagy a másikat gyűlöli, és az egyiket szeret. Ez egy ilyen radikális dolog. Hogy olvassam fel nektek az első Zsoltárt, vagy a legelső Zsoltár, ami hihetetlenül tisztán és pontosan megfogalmazza ezt a kettéválasztást. Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódó gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, és törvényét éjjel-nappal eszében forgatja. Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull a lombja, boldogul minden dolgában. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szállópor, amelyet elsodor a szél. Egyet a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye. Ugye? Itt nincs apparáta. Van a jó, meg van a rossz. A jó az Isten áldása van, és végül bejut az örök életbe. A gonosz az meg elvész, és akkor kész.
Ez egy, nem lehet ez az első zsoltár, de hát ha visszaemlékezünk Mózesnek a beszédére, amikor azt mondja, hogy elétek tártam az áldást és az átkot, és akkor választ az áldást, hogy életet legyen, és hogy bemehessél az ígéret földjére. Mert hogyha megtartod a törvényeket és a parancsokat, az első zsoltár mondja, hogy mindig a szívében forgatta Istenem a gondolatait, hogy az életévé váltak mindaz, amit Isten mond, akkor Isten áldása megnyugszik rajtad. Ha nem, ha ez csak egy paperlapom, akkor végül elvész az egész. Jó? Tehát elszánom magam, hogy én egészen az Isten gondolata és akarata szerint, és az ő tanácsai szerint való életet akarom élni, mert én hozzátartozom. És erre mi a Jézusnak a válasza? Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent kijelentettem nektek. Nem mondalak többé szolgáknak, hanem barátoknak. Nem is, hogy tanítványok vagyunk, azok vagyunk. Egész életünkben tanítványok leszünk, sose leszünk mesterek, egy mesterünk van, hogy azt mondja Jézus, a tanítványnak elég olyan, mint a mestere. Hát ugye, nekünk is elég lenne, ha olyanok lennénk, mint Jézus Krisztus, de még van, egy pici út még, mintha lenne előttünk ebben a dologban. Azt mondja, hogy a barátaimnak mondalak titeket, hogy én meg a Jézus barátság vagyok. Valaki mondhatja, hogy hát én az Erdő Péter Bíboros barátja vagyok, én meg az Orbán Viktoré, vagy mit tudom ki. Ott hallottam egy interjú Zeperes Károlyjal, és mondta, hogy valami nagy lelki konfliktus volt, és akkor mondta, hogy akkor felhívtam a bíboros urat, és akkor megkérdeztem tőle, és akkor a bíboros ura elmondta, és akkor megnyugodtam. Mondtam, hogy hát a Zeperes Károly a bíboros ural ilyen jó kapcsolatban van, én meg a plébánosom az mehetek oda, de teljesen mindegy, mert mind a kettőnek az életében Krisztus kell, hogy munkálkodjon, ilyen értelemben az Erdő Péter sem mondhat más, mint az én plébánosom, és az én plébánosom sem mondhat más, mint az Erdő Péter bíboros. Tehát, én meg a Jézus Krisztussal vagyok ilyen barátságban. Hát az sem egy nagyon rossz dolog, hogy én tekeződve beszélek, ugye? A bíborosokat csak magászhatnám, a Viktort is csak magászhatnám, vagy a Ferit, mindegy, ki melyiket szereti, de a Jézus Krisztussal tekeződésben vagyunk. Barátaimnak mondanak titeket. Ez egy fantasztikus dolog. Minden nap kapcsolatban akarok vele lenni, és ez bizony úgy történik, hogy minden nap forgatom, amit az első zsoltárban a szívében forgattam, hogy Máriáról halljuk, hogy nem értette, hogy mit mondtam, de ez a szívében forgatta, és erről gondolkozott rajtuk. Hogy mi is, hogy imádságban ott vagyunk Jézussal, és imádságban megforgatjuk, hogy mit is mondott ő nekem. Olvasom a Szentírást, és akkor elgondolom, amiről már beszéltünk, hogy egy elmélkedő imával, elgondolom, elolvasok egy történetet, hogy akkor ezt most itt, ez miért is mondta. Ma olvastuk az evangéliumban 8 boldogságot, és akkor elkezdtem olvastani 8 boldogságot. Boldog a lelki szegények, hát ezt lehet, hogy nem értem. Nem baj, akkor tovább megyek, itt hagyom, majd én az idő, amikor azt is megértem, akkor tovább megyek. Azt mondjuk, hogy boldog a békesség szerzők, őket Isten fiainak mondják, hát ezt már valószínűleg megértem. Húha, hát akkor békesség szerzőnek kellene. Elgondolkozom, hogy milyen szép is lenne békességszerző. Hogyan is lehetnék én békességszerző? És akkor imádkozom, Jézus, hogy kérlek segítsen, hogy békességszerző legyek. Esetleg az Isten megmutat konfliktusokat az életemben, akár önmagammal, akár a kollégákkal, családtagjaimmal, vagy rég meghalt valakikkel, akikkel még mindig őrzök a szívemben sérüléseket, vagy dühöt, és akkor oda viszem Istenre, Uram, ezekkel szeretnék kiengesztelődni, hogy én miattam már senkit nem vádoljanak. Se oda állt, se a tisztító tűzbe, se ide állt, mindenkit elengedek, Uram, én megbocsátok mindenkinek, mondjuk te is bocsáss meg nekik, hogy azt mondjuk a mi atyánkba, atyám, bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátok, én megbocsátok, Uram, te is megbocsátottál, már megint megmentettem egy embert. Ugye, milyen jó dolog. Én miattam már nem fog elkározni senki. Ez csodálatos. Ugye a papoknak a gyónás hatalma, ez a kiterjesztett állapot, ami nekünk ugye csak a személyes kapcsolatunkba adott, de a pap az Isten kegyelmével, ahogy Jézus mondta, amit megoldottok a Földön, meg van oldva a mennyben is, kész. Tehát, hogy elkezdek elmélkedni rajta, elkezdem magamévá tenni mindazt, amit Jézus mond, és elkezd Jézus Krisztusnak a jelleme kiformad bennem, hiszen ő maga is békességszerző akart lenni, és az volt. Ő maga is tudta, hogy mit jelent, hogy boldogok a lelki szegények, tudta, hogy mit jelent, hogy boldogok sírnak. Ugye két helyen is jelent a Szentírás, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett, sírt Lázár sírjánál.
Tehát, hogy ő maga is tud megrendült lenni. Elmélkedek, és mindaz, amit megértettem, az beleszövöm az imáimba, hogy ezzel megtapasztalom ez az élő és eleven kapcsolatot, ami Istennel összeköt. Tehát nem kell, hogy feltétlenül rendkívül dolgok történjenek. Nekem is megjelenik Mózes és Illés, és akkor mit mondanék én szegény Mózesnek, meg Illésnek? Még azt sem tudnám mondani, amit szegény Péter mondott, hogy csinálok itt három sátrat, mert még sátrat sem tudok csinálni. Mit mondanék neki? De mégis a szívemben elmélkedek ezen a kéréseimet, és akkor megtapasztalom, hogy az életemben Isten válaszol, hogy amiket eléhozok kéréseket, azok teljesülnek, megvalósulnak, Isten megértett velem dolgokat, előre vezet, a szentírási ígéket megértem, hogy valóban Jézus az én mesterem, tanít engem, és ebben a tanítvánságban egyre jobban előre haladhatok, mert egyre jobban megértem, hogy mit is jelent ez. De hát nyilván nem csak elmélkedő ima van, rózsafüzér, szentmise, egy csomó minden, hogy benne vagyok ebben a párbeszédben. Isten valamilyen módon válaszol, ő akar válaszolni. Nem kell kutatni feltétlenül, uram, most akkor hogyan fog ez történni. Meg fog jelenni az életemben, meg fogom érteni. Fontos dolog, hogy legyen ima időnk. Nem lehet úgy barátkozni, nem lehet úgy tanítványságban lenni, hogyha nem vagyok ott, ahol a mester van. Ha valaki beiratkozik az egyetemre, és a professzornak az előadásaira, de hogyha nem megy el és nem hallgatja meg, akkor annak a professzornak, hogy nem tanítványa. Ha bemegy vizsgázni, akkor valószínűleg meg fog bukni, mert nem hallott, hogy mit mond a professzor. Nekünk is. Ugye, amit Isten el akart mondani, benne van a Szentírásban, az egyház közvetíti, látható a szentek életében, és hát a közösségi életünkben is. Az mit jelent még az, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyok, hogy más tanítványokkal együtt kapcsolom Jézushoz, azaz közösségben vagyok. Én már nagyon sokszor megéltem azt, hogy a közösségben való beszélgetésben, vagy együttlétben az Isten tanácsot adott, vagy szólt hozzám, vagy én kértem a közösség tanácsát, és aztán kénytelen voltam elfogadni, ugye? Na, már egyszer kértem, hogy akkor ez így legyen, de ez mindig jó dolog. De nagyon fontos, hogy közösségben legyünk, hogy mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, és egyenként Szentlélek temploma, és ebben a Krisztus testében nem tudunk egyedül lenni. Mindig fontos, hogy legyen valamilyen közösségünk. Ugye még a szerzetesek is, a sivatagi szerzetesek kimentek, hogy a sivatagban éljenek, ugye. Ez sem úgy kell elképzelni, hogy a homok tünetetén ül valami csontásoványodott ember, és akkor ott ül. Ez a pusztaság, ez a sivatag, ez a, hát az életben szegény. Tehát ilyen kevés fű, kevés növény. És olyan kosárfonással, mikor az egyiptomi szerzetesek a lehet olvasni a sivatagi atyák mondás, hogy egész nap futnák a kosarat, mert pusztaságról szó nincsen. A Szent Ferencnél is, hogy koldultak, igen, koldultak, amikor nem tudtak dolgozni. De egyébként Szent Ferenc megmondta, hogy mindenki menjen el, álljon be a földművesekhez, vagy ott, hogy segítsen nekik. Pénzt nem kérhetnek, de a napi ételt azt elfogadhatják, és amikor semmi nem volt, akkor hát koldulni kellett. Ez az is munka, a legrosszabb munka a világon. Oké, tehát hogy, és egyébként amikor végeztek, akkor összejöttek. Tehát nekik is voltak rendszeresen olyan összejöttek, amikor együtt voltak. Még a trapista szerzeteseknek, meg akik tulajdonképpen némasági fogadalmuk van, és az ima órákra ők is összejönnek, és akkor ott együtt imádkoznak, és egy héten egyszer van rekreációjuk, amikor egy órát vagy két órát együtt töltenek, és akkor beszélgetnek. Egyszer láttam nagyon ragyos filmet ezekről a trapista szerzetesekről, hogy élnek. Hát egy pillanat is tudnám ezt az életet élni. És nagyon volt, hogy felvették, amikor volt az egy heti egy rekreációjuk, és akkor együtt beszélgettek, és ilyen végtelen aranyos, ilyen szerint, olyan ilyen viccet mesélt az egyik a másiknak, de hát ilyen, ez az óvodás vicc. És akkor jókat nevették rajta, tehát olyan láthatatlan lelkiek voltak, ilyen tényleg látszott rajtuk, hogy ezek életben. Tehát még ők ideig is van, hát akkor nekünk mennyire szükség van arra, hogy közösségben legyünk egymás, hogy egymást erősítjük. Ugye mindenki hol erős, hol gyenge. Amikor én gyenge vagyok, a másik erősít engem, hordozok egymást imádságban, tudunk egymásnak segíteni anyagilag, lelkileg, bármilyen módon. Jó? Tehát nyilván a család is közösség természetesen, és ha valaki a család életében meg tudja élni ezt a Krisztus központúságot, az is nagyon jó. De azért általában szükség van arra, hogy legyen valami közösség, ugye nekünk is van itt valami hétfő esténként, ha valaki esetleg utána itt akar maradni, itt tud maradni, vagy keddenként ugye van Szentségben és a Szeretetlen kápolnában, Szentán fent a Mária Segíts kápolnában,
sütörtökön ugyanitt. De hát az egyházközségben van számtalan más közösség is, lehet bármikhez csatlakozni, de az fontos, hogy eldöntsd magad, hogy igen, én valamilyen közösséghez tartozni akarok, és ahogy Jézushoz elköteleződtem, úgy elköteleződök ebben a közösségben is. Elköteleződöm arról, hogy rendszeresen járni fogok, én azt a szívemre veszem a többieket, és imádkozom értük, és valamilyen módon együtt növekszünk bele Isten országába. Ha feljutunk a mennyországba, ott is közösségben leszünk, nem árt begyakorolni, mit jelent a közösségben való lét. És ugye hát nyilván az legfontosabb azért, mert a szeretetet akarjuk megélni. Isten szeretet, és aki szeretetben van, Istenben van, és Isten is ő benne. Az Isten maga is egy szeretet közösség, a Szent Háromságnak a felső közösség, Isten azért lehet szeretet, mert egy belső közössége van az Atya, Fiú és a Szentléleknek, a szeretetnek a közössége. Ha Isten egy lenne, ha nem lenne belső közösség, akkor nem tudna szeretet lenni, mert a szeretet az mindig a közösségben, a másiknak való odaadásban nyilvánul meg. Jézus Krisztus ezért adta oda magát nekünk egészen, senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint a kiéletet adja a barátaiért. Jézus Krisztus értünk a barátaiért az életét adta, és arra hív minket is, hogy ilyen módon legyünk közösségben egymással, és adjuk oda az időnket, adjuk oda az együttlétünket, hogy tanuljunk szeretni ebben a közösségben. Elviselni egymást, az ilyen morgolódó embereket is, mint én, meg egyáltalán, és akkor előre haladunk. Fontos dolog, hogy a szeretetet képesek legyünk megélni, mert ez a szeretet üdvözít. Amikor egyszer feljutunk Isten elé, akkor nem azt fogja kérdezni tőlünk, hogy mennyire voltunk olimpiai bajnokok, vagy mennyire voltunk kimagasló tehetség valamiben, vagy mennyire voltunk ügyes menedzserek, hanem az lesz egyedül képes, hogy mennyire tudtuk szeretni az embertársainkat. Mert a mennyek országban a szeretet közössége. És mindennek csak az ad értéket, amennyi szeretet van benne. Nem azt jelenti, hogy Isten nem áll mondjuk az olimpiai bajnok mellett, és nem szurkol. Ezzel lehet sokat gondolkozni, hogy valamikor nagyon régen csináltam egy ilyen képet, festettem egy ilyen képet, ott van egy boxoló, és ül a ring szélén az őrangyala. És hogy mire gondol a boxoló, vagy mit csinál a boxoló őrangyala? Mit csinál? Azért imádkozik, hogy győzzön, de ott van a másik boxolónak is az őrangyala. Az is azért imádkozik, hogy győzzön. Mit csinál a boxoló őrangyala? Hát nyilván, hogy sokkal jobban mélyebben ismeri ezt az ember, meg a törekvését, meg minden, és mindenkinek van őrangyala. Hogy mit csinál ilyenkor? Hát egy biztos, hogy Isten akarat szerint akarja előrevenni azt az embert, még akár a box sikerekben is, és minden másban, hogy ez valahogy Isten dicsőségű az emberek javára legyen, de egy biztos, hogy azért küzd a szívünkben, hogy akármit is csinálunk, az egyre inkább megteljék szeretettel, és egyre inkább valamilyen módon hasznos legyen a többi embernek, és előre vigyük őket a szeretetben, örömben, békességben, türelemben, jóságban, hogy a Szentléleknek a gyümölcsében. Jó. Na hát ugye a kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy Jézus Krisztus tanítványa légy, hogy dönts ő mellette. Ugye ő a jó pásztor, és vagyunk a bárányok a legelőn, akik meghalljuk a pásztornak a szavát. Kész vagyok-e arra, hogy döntsek Isten mellett? Ugye kész vagyok-e elfogadni őt, mint az életem urát? Kész vagyok-e arra, hogy hozzákapcsolódjak és egészen tőle függjek? Kész vagyok-e arra, hogy Jézus barátja legyek, és kész vagyok arra, hogy elkerüljek minden rosszat, azaz mindent, ami nem tőle jön. Ha most azt mondjátok a szívetek, hogy igen, készen vagyok, remélem minden ezt mondjátok, hát egy levelet kellene írni Jézusnak. Ezt a levelet senki más nem fogja elolvasni, csak te. Se a feleséged, se a férjed, se a csoportvezetőd, se senki, csak te. De fontos lenne, hogy írjál egy levelet Jézusnak. Lehet rövid, lehet hosszabb, beled az összes kívánságot, vagy egyszerűen csak az, hogy dönteni akarok meg. Írj egy levelet Jézusnak, majd amikor lesz küldetési mise, a küldetési misét ott teszünk az oltárra, és utána elégetünk. Mint egy felajánlva Istennek. Csinálsz magadnak egy másolatot, és akkor két év múlva előveted, hogy Úristen, mit is mondtam Jézusnak, hogy mit is akarok. Én minden év elején szoktam írni egy lapot, amire felírom, hogy miket szeretnék abban az évben így Istennek közösen elérni, meg mit kérek tőle. Hogy abban a szépen mi legyen nagyjából. És aztán én végén előveszem, és akkor megnézem, hogy mi az, amit meg tudtam csinálni, mi az, amit nem is. Persze mindig sokkal többet felírok, mint amit meg tudok csinálni. Ez kész. De nagyon jó élmény rádöbbenni arra, hogy valami, amit kértem Istentől, az megvalósult.
hogy valami, amiről hívott, az valósággá lett. Az év égi, amit kaptam, az, vagy hogy a szenthúzást, vagy a közösségben élnék a szenthúzást, hogy már megint pont olyan szentet húztam, ami arra az évre segítsen nekem, és hogy nem véletlenül nyakadtam egész évben őt, mert ez bejött. Tehát egy jó dolog időnként így rögzíteni a dolgokat, és ezt a éves tervet is megcsinálni, de most ezt csak ajánlatként mondom, ami most fontos az az, hogy ezt a levelet írd meg. És akkor ebben a levélben még egyszer elmondom, és ezt írd fel magadnak, tehát hogy ebben a levélben írd le, hogy kész vagyok elfogadni őt, mint életem urát, hozzá szeretnék kapcsolódni és tőle függeni, az ő barátja szeretnék lenni, és el akarok kerülni minden rosszat, ami nem tőle. Jó, akkor ja, most jön majd a kis csoportos beszélgetés. Különben még azt szeretném mondani, hogy hát bizony ez egy ilyen engedelmességi játék is, hogy engedelmeskedem Jézusnak, igen, Szamának. Van ez a kérdés, hogy hogyan akarunk engedelmeskedni Istennek, akit nem látunk, ha nem tudunk engedelmeskedni az embertársadalmat, akit látunk. Itt most nem valami diktatúráról van szó, de engedelmeskedni a közösségvezetőnek, engedelmeskedni a férjemnek, vagy a feleségemnek, engedelmeskedni a főnökömnek, vagy akár a beosztottamnak, hogyha valami értelmes dolgot mond. Tehát ezt az engedelmességet bizony ezt is gyakorolni kell. Ezt az előadás elején azt mondta, hogy milyen nehéz nekünk, mert Isten gondolta, nem a mi gondolataink, hogy hogyan tudunk engedelmeskedni Istennek úgy, hogy begyakoroljuk azt is, hogy például a közösségben engedelmeskedünk egymásnak. Legyenek egymásnak szolgái, aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen a legkisebb, és mindenkinek a szolgája. Ez a fajta engedelmesség gyakorlat, ez nagyon fontos. Például a szemináron eltársam, hogy akkor most engedelmeskedek, és ha csak ugye nem potyan le a meton az égből, és nem pont erre a házra esik, akkor én hétfőnként eljövök, és ezt, és amit hallottam a szemináriumban, azt megpróbálom megvalósítani. Jó? Na akkor a kérdések, amit a kis csoportra meg kellene beszélni, hogy át tudsz-e adni minden Isten uralmának? Van az életemnek olyan területe, ami nem tudok valamiért. Ez nem baj. Egyikünk sem úgy pattan ki, ugye, mint Pallas Athéné Zeus fejéből teljes fegyverzetben, pány, én aztán mindent tudtam. Nem. Mi törékeny és problémás emberek vagyunk mindannyian, és elképzelhető, hogy van az életünkben olyan terület, amit valamiért most nem tudunk átadni. Valami kapcsolat, anyagi helyzet, lelki helyzet, valami betegség, rettegek valami betegség, azt nem tudom átadni. Azt mindenképpen csak úgy történhet, ahogy én akarom, mert különben. Jó? Ha nem, akkor nem. Mi az, ami esetleg fogva tart? Ebből szól el arra, hogy van-e valami olyan megkötözöttségem, bármi olyan problémám, ami fogva tart. Valaki cigarettafüggő, vagy tévéfüggő, internetfüggő, szexfüggő, társfüggő, léteznek emberek, féltékenység, harag, csomó minden. Nem tudok megbocsátani valamit. Valami fogva tart. Nem tudom elengedni. Gyerekkorom, én velem, hogy hogyan bántak az én gyerekkoromban. Annyi minden történet. Hogyan akarod neki átadni az életedet? Ima és megfontolás, mások segítése. Tehát, hogy milyen módon gondolod azt, hogy te most átadod? Amiben meg tudod élni, hogy én átadtam az életemet Krisztusnak. Azon tudom, hogy közösségben élek és imádkozom. Van-e, látok-e már magam előtt valami olyat, amit azt gondolom, hogy az én életem ezen keresztül Krisztusiban lesz. Jó, mennyire hiszed, hogy jobb Jézusnak lenni, mint a világénak? Hát ugye, ez meg egy kardinális kérdés, hogy mennyire hiszed, hogy jobb Jézusnak lenni, mint a világénak? Mennyire hiszed? Az első megtérésnek a nagy lelkesedésében ezt nagyon hittem. Aztán, amikor Jézus elengedte kis a kezem, hogy akkor most már próbáljál két lábon járni, akkor elbuktam néhányszor, azt gondoltam, hogy a világnak az ajánlata az jobb. Nem úgy buktam el, hogy elhagytam volna Krisztust, mert ugyanúgy jártam templomba és imádkoztam, de beengedtem dolgokat az életembe, amik azelőtt nem voltak benne, vagy még a világ életemben voltak benne, és visszacsámítottak egy kicsit. És aztán az Isten előtt, hogy hát fiam, már megint elbarangoltál, meghalod-e még, amit mondok? Ott emlékszem egyszer valami ilyen dolog után, és akkor imádkoztam, és akkor egyszer csak bensőmben megszólítás mondta, hogy kelj föl, te ki alszol, és Krisztus fénye rád vagyok.
És akkor éppen valóban éppen elaludni akartam, imádságok mindent, és elmondottam, jaj, Úristen, hova keveredtem, hogy már így kell rám szólni, már kénytelen Jézus így bele kiabálni a szívembe, mert különben esetleg teljesen elkocsolódom. Jó, kedves testvérek, akkor ha bárkinek bármi kérdése van, akkor azt a közössége beszélje meg, és akkor 3-4 óra múlva itt találkozunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.